Dabasváros önkormányzatának képviselőtestülete 2017. július 12-én rendkívül ülést tartott. Első napi rendi pontjaként módosította a költségvetési rendeletét, majd elbírálta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmét, melyben egy kisebb összeget, pedig vissza nem térintendő támogatást kért a Roma önkormányzat táboroztatás megvalósítása céljából. Majd a képviselőtestület jóváhagyta a gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatát. Ezt követően telekalakítási ügyekben hozott állásfoglalást a képviselőtestület, majd pedig határozatot fogadott el a Dabas Újhartyán közös közigazgatási határában lévő szilárd burkolat tovább fejlesztése kapcsán. Hatodik napirendi pontjaként a képviselőtestület felülvizsgálta a helyi esélyegyenlőségi programját, 2018-ban pedig új alkotására kerül majd sor. Következő napirendi pontban előirányzatot kellett biztosítani az általános tartalék terhére a képviselőtestületnek a települési arcirati kézikönyv elkészítéséhez. Ugye erről volt már szó, hogy 2017. október 1-ig kötelező feladat az önkormányzatnak települési arcolati kézikönyvet, illetve településképi rendeletet alkotni. Na most az előzetes információkkal ellentétben Dabasváros önkormányzata nem kapja meg azt az 1 millió forintot, ami a többi település számára jár, ugyanis 10 000 fő alatti települések kaphatnak csak a központi költségvetésből erre a célra támogatást, így Dabasváros önkormányzatának saját költségvetésből kell finanszíroznia a települési arcolati kézikönyv elkészítését. Ezt a döntést hozta meg a képviselőtestület, majd ezt követően szintén ingatlan ügyekben és helységbéleti ügyekben döntött a képviselőtestület, majd az ülés végén háziorvosi rendelők fejlesztésére Dabason című pályázat benyújtásáról hozott határozatokat a képviselőtestület, és biztosította a saját forrást a tavassári rendelő fejlesztésére, felújítására, valamint Dabas szőlőkben egy új rendelő építésére kíván a képviselőtestület pályázni, valamint utolsó napi rendi pontként a Piraton Kft.-vel kapcsolatos ítéletet vitatta meg a képviselőtestület és hozott benne döntést.